amennyiben a gyalog és kerékpárúton stopptávban van kihelyezve a gyalogos átkelőhely előtt, a kerékpárosnak kötelező megállni, és kötelező gyalogosan áttolni a kerékpárt. A megállás nélküli áthaladás kimondottan életveszélyes a kerékpáros esetében. A gyalog és kerékpárúton, amennyiben stopptávban van kihelyezve, a kerékpárosnak kötelező megállni, majd megállást követően gyalogosként áthaladni a gyalogos átkelő helyen. Az ilyen és ehhez hasonló gyalogátkelő helyeken rendőrségi szempontból azok szoktak problémát jelenteni, hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas az úttest, tehát mindkét irányba kétszer-két sáv található. Gyalogátkelő helynél az szokott problémát okozni, hogy az egyik sávban a jármű megáll, elengedné a gyalogost, aki a gyalogátkelőjén át kell kelni, a mellette lévő sávban pedig egy jármű elhalad, ami nagyon-nagyon veszélyes, mert éppen áthaladó gyalogosunkat el tudja sodorni. Sajnos ebben a kereszteződésben fordult már elő ilyen, hogy a külső sávban az autós megállt, mellette pedig a másik autós figyelmetlenül elhaladt, és az áthaladó gyalogost elsodorta. Illetve a másik, ami a gyalogátkelő helyek és környékén elő szokott fordulni, az egymás mögött közlekedő járművek nem tartanak megfelelő követési távolságot, és az előhaladó jármű megállt, mert el szerette volna engedni az éppen áthaladó gyalogost, a mögötte lévő jármű pedig nem vette észre, vagy csak későn vette észre, hogy az előtte közlekedő jármű fékezett, és ezért hátulról neki ütközött.